Tisztelt szívkorúak, kedves vendégeik, Izsófalva nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a 2024. évi idősek napi rendezvényünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben községünk vezetőit, Ötvös Béla polgármester urat, Kovásti Szalai Krisztina jegyzőasszony, a képviselőtestület megjelent tagjait, Szabó Péter református lelkész urat, aki a háttérben foglal helyet, ha jól látom, az intézmények vezetőit, munkatársait és a oldás műsort előadó gyerekek kísérőit, szüleit. Régi hagyomány községünkben, hogy ősszel, így a nyári munkák befejeztével köszöntjük településünk szépkorú lakóit. Korábban novemberben rendeztük meg az ünnepséget, mondván, hogy októberben még házkörüli munkák vannak, novemberben már elcsendesednek az udvarok, ezért akkor jobbnak látszott az idő az idősek napja megtartására. Ezek az idők azonban elmúltak, és már egy ideje, október elején, az idősek világnapjához, amelyet október 1-én ünnepel az egész világ, ehhez a dátumhoz közel időben tartjuk meg az idősek napját. Így van ez ma is. A műsor következő lesz, egy szavalat hangzik el elsőként, majd a polgármester úr köszöntőjét hallhatják, azután a hagyományoknak megfelelően a legkisebbek, az oldások, ajándékműsor következik, majd a Budapesti Csillag Musical Társulat Gatsby Show című műsorának tapsolhatnak. Ezt követően sor kerül a remélhetőleg jó ízű vacsorára, miközben Sipos Peti barátunk talpa alá valót húz nekünk is, reméljük, hogy lesz alkalom, lehetőség arra, hogy akiknek kedve van hozzá, táncra is kerüljenek. Tehát elsőként hallgassanak meg egy szavalatot, Tóbnép az egy beállt előadására. Miniska Zselke, az örök fiatalság. Az idő csodákat művel. Sebeket gyógyít, bánatot küld el, új hónapot, évet, évszakot hoz. Szomorúságot vagy örömet okoz. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? Hisz mindig ragyog majd napsugár, s időtől függetlenül énekel a kismadár. Múljon az idő, engem nem zavar, múljon csak múljon, ha akar. Az idő, mint egy drága kő, mint a boldogság, csak eljő. Egyformán szép mindenkor, mert mind az életről szól, mindegy, hogy idős vagy fiatal, csendes vagy erős az ivator, de lélekben az ember mindig fiatal marad. Oly csodás, mikor új életet adhat, mikor egy kis unokát kaphat. Mindezt az idő teszi lehetővé, de nem tehető mindenért felelőssé. Mindegy a kor, mi magyarok maradunk, de elsősorban emberek vagyunk. Gyermek, fiatal, oly mindegy ez, hisz előbb-utóbb mind idősebb lesz. Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek, olyan embernek lenni, kire felnéznek, utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek, komoly feladat ez az idős embereknek. És hogy mekkora boldogság idősnek lenni, célokat az életben megvalósítani, nem kell más, egy kis idő csak megmutatni az utat a fiataloknak. Hisz a fiatalság el nem múlhat. Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat. A fiatalság minden embernek megmarad lélekben, csak több tapasztalata lesz az életben. És hogy mekkora boldogság idősnek lenni, célokat az életben megvalósítani, nem kell más, egy kis idő csak megmutatni az utat a fiataloknak. Köszönjük szépen a verset.
Tisztelettel felkérem Eötvös Béla polgármester urat ünnepi köszöntőjének megtartására. Kedves időskorúak, szépkorúak, vendégeink! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Napja alkalmából. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Csontos Jánost és kedves feleségét, Lucit, és köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat, hiszen életük nagy részét itt értek a Izsófalván. Én dolgoztam Izsófalváért, Izsófalván fiataljaiért, úgyhogy szeretnélek még benneteket látni máskor is. Köszönöm még egyszer. Mint ahogy tudjuk, minden évben október 1-én tartjuk az Idősek Világnapját, az Egyesült Nemzetek Szövetségének közgyűlése 1990. december 14-én alkotott határozata alapján. És ez a világnap kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk időseink irányában tanúsított, hát néha-néha bizony, elmaradó gondoskodásunkat. Felgyorsult világunkban a sok mindennapi teendő mellett sokszor pont azokra az emberekre is elég időnk, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább tapasztaljuk, hogy szárnyúlva vágtat és rohan az idő, sorra váltják egymást a hetek, a hónapok, és minden év gyorsabb, mint az előző. Sajnos az időnek nem mondhatjuk azt, hogy állj meg. Nem mondhatjuk azt neki, hogy nem lehet pihenjünk egy kicsit. És Izsófalván is szép hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk, kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkával töltött évek után közöttünk érik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az Idősek Napja róluk, de nagyon pontosan akarnánk fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy rólunk szó, mert hogy már én sem vagyok fiatal, felmegyemek. Az idősekről, tiszteletről és a szeretetről szól ez a köszöntő. Az idős ember hasznos tagja a társadalomnak, ez elég bölcs megállapítás, sokszor elmondjuk, jelenlétükkel, tapasztalataikkal, bölcs gondolkodással segítik környezetünket és szeretteinket. Nyugdíjas korcsoportok közössége. És akkor is szeretném felhívni a figyelmet az idősek nagyközi otthonára, elfogadó, boldog és élettel teli, melyből minden nap meríthet a többi generáció is. Be kell látnunk, hogy időnként elfeledkezünk róla. Törődéssel tartozunk az idősek felé, pedig a figyelem kiállna minden nap, és nem is csak családi szinten. Fontos felismernünk, az idő múlásával minden változik, de kéne emlékezni jó szívvel, nagyszüleink történetére, nagymamánk finom főztjére, nekem még mindig a számban van drága nagymamám, főszének az íze. Gondolom, ez a mások is nagyjából így gondolom. Azokra az emberekre, akik mindig mellettünk álltak, támogattak és szerettek. Ezeket az emlékeket szívünkben őrizzük, de az ilyen értékeket meg kell élni. Ezért biztatok mindenkit arra, hogy töltsünk minél több időt szeretteinkkel, ismerőseinkkel, és gyűjtsünk sok olyan közös emléket, amennyit csak tudunk, amennyit csak lehet. Gondolataimat Sarkadi Sándor szavaival zárom. Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár. Aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek. Az ősz idő is szép lehet, kívánunk hosszú életet, maradjatok még itt velünk, és jövőre újra eljövünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ennyien, bár a
Amikor készültem erre a rövid beszédre, akkor valahol olvastam, hogy 2019-ben végeztek egy felmérést, miszerint a világon 703 millió ember van, aki már elmúlt 65 éves. És tendencia ugye az, hogy egyre többen vagyunk, tehát vélhetően 2050-re már 1,5 milliárd lesz. Ami úgy nekem akasztó, hogy Izsúfalván minden alkalommal kevesebb öreget látunk itt. Tehát jó lenne, hogyha mások a legközelebb még többen eljönnének, még többen ragaszkodnának ahhoz, élveznék az itteni együttlétet. Erre kérlek mindenkit, beszéljenek idősebb társaikkal, hogy jöjjönek el, még többen örüljünk egymásnak, még többen, legalább egy évben egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és jó szórakozást kívánok általában műsorokhoz, és nagyon jó étvágyat a vacsorához. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük szépen Ötvös Béla polgármester úr köszöntő szavait. Tisztelt szépkorúak, kedves vendégeim! Most a legifjabb korosztály az óvodások ajándékmusora következik.
Yeah.
Köszönjük szépen az óvodások hangulatos műsorát, a gyerekeknek a szereplést, az obónéniknek, Ágikának és Monikának a felkészülésbe fektetett munkát. Tisztelt Székkoron kedves vendégeim! A helyi szereplők mellett minden évben profi közreműködői is vannak az Idősek Napjának, így lesz ez most is. Hamarosan színpadra lépnek a budapesti Csilla Musical Társulat tagjai, Gatsby Show című műsoruk az 1930-as évek hangulatát idézi fel. Fogadják őket szeretettel! Yeah.
See?